Ez a mediterrán országokban kedvelt és elterjedt selyemakác, vagy más néven perzsa selyemakác már a pécsi kórházteret szépíti. Összesen 4 ilyen növényt ültettek ki nemrég a Biokon munkatársai, ugyanis az elmúlt időszakban jelentősen leromlott az épületek előtti fasor állapota. Mivel azok potenciális balesetveszély forrásai voltak, a város üzemeltetési cég úgy döntött, kivágja az odvasfákat és új állományt telepít a helyükre. Szerencsére a fahelyek elég nagyok ahhoz, hogy egy nyári virággal tudták teleültetni kollégáim ezt a helyet. A selyemakácok különleges lombozattal és illatos virágokkal rendelkeznek, szinte egész nyáron több hullámban virágoznak, ősszel pedig színes lombozattal teszik még hangulatosabbá az utcaképet. A fák tövében elhelyezett faöntözőzsákok pedig biztosítják a növények vízellátását. Ez már a Szent István tér. A Székesegyház előtti területen mostantól újra működik a szökőkút. Az utóbbi években a vízszivárgás állandó problémát jelentett, ezért idén biztonsági okokból nem üzemelték be a város többi csobogójával együtt. A szökőkút sütői mészkőből készült, ami azonban nem vízzáró anyag, így rendkívül sok 6-8 köbméter per nap vízvesztesége volt. Ez egyrészt abból adódott, hogy a szökőkút kiegyenlítő tároló puffere nem volt képes a medencékből leürülő vizet befogadni. Ráadásul a biztonsági túlfolyón keresztül a csapadékcsatornába folyt a víz. Tovább nehezítette a dolgot, hogy a télen több szabad szemmel nem látható hajszárepedés is keletkezett a szökőkút, amelyen keresztül szintén szivárgott a víz. Hogy ne legyen további vízveszteség, a javítás során egy speciális anyaggal történő vízzáró fugázást végeztek a szakemberek a medencék teljes felületén. Az átmeneti javításnak köszönhetően újra gyönyörködhetnek a szökőkútban a pécsiek és a turisták is.